Üdvözlök mindenkit! Én a hatlábú farkas vagyok, a Emberközpontú Országért Mozgalomtól. Van velem egy segéd is. Üdvözöl te is a nézőket. Sziasztok, köszöntök mindenkit. Szabó József vagyok. Na, szóval ez az, amit most láttok. Ez a jelenkép. Ezt a jelenképet az Emberközpontú Országért Mozgalom alapítói és aktivistái készítették. Kezdjük azzal, hogy alaposan körülnézünk a világban. Ezen a világtérképen eltérő színben látjuk a különböző országokat. Piros színben látjuk uniós tagtársaink közül Németországot, Franciaországot, Olaszországot. A tengeren túl az Egyesült Államokat, távol-keleten Japánt. Az eltérő színek az országok államadósságainak nagyságát jelzik. A zöld szín az alacsony eladósodást, a piros pedig a magasabb eladósodást mutatja. Egyesült Államok. Közel 12 ezer milliárd dollár államadósság, amely 8,5 millió forintot jelent fejenként. Az USA a világ legnagyobb gazdasága. Németország. Közel 2400 milliárd dollár államadósság, amely 6,5 millió forintot jelent fejenként. Németország Európa legnagyobb gazdasága. Japán. 11 ezer milliárd dollár államadósság, amely 19 millió forint fejenként. Japán Ázsia második legnagyobb gazdasága. Hazánk államadósága közel 93 milliárd USA dollár. Ezt átszámolva hazánkat 21 ezer milliárd forint államadósság terheli. Ez állampolgáronként 2,1 millió forintot jelent. Egy négyfős családban például, ahol a szülők két kisgyereket nevelnek, 8,4 millió forint a családra jutó államadósság. Tudjuk, ahol van adós, ott van hitelező is. A könyvelésben egyiké a tartozikoszlop, a másiké a követeloszlop. A világ államainak adóssága jelenleg tartozik, USA 11.900 milliárd USA dollár, Japán 11.000 milliárd dollár, Németország 2.400 milliárd dollár, Franciaország 2.300 milliárd dollár, Nagy-Britannia 2.000 milliárd dollár, Brazília 1.100 milliárd dollár, Kína 1.000 milliárd dollár, Magyarország 93 milliárd dollár. Az összes állam 46.100 milliárd USA dollár az adósság. Ennyi a tartozásuk. Ők ezt a kölcsönt felvették azoktól, akik ekkora összeggel rendelkeznek. Ők a kölcsönt adók, a hitelezők, a finanszírozók, a piacok, a pénzügyi piacok. Ők azok, akik követelnek. A világ összes állama, tehát összesen 46.100 milliárd USA dollár adósságot halmozott fel. Ez az adóssághalmaz napról napra, sőt, percről percre nő. Nézzük a családok, a háztartások anyagi helyzetét. Miből, hogyan élnek? Egy családnak a megélhetéséhez jövedelemre van szüksége. Jelenlegi rendszerünkben a jövedelem származhat munkából, vagy származhat megtakarításainknak, vagyonának nyerességéből, más szóval megtakarításainak hozamaiból. Így beszélhetünk munkajövedelemről és tőkejövedelemről. A családok túlnyomó többsége dolgozik, a munkájából, bérből, fizetésből él.
ezen családok elenyésző része többet keres, mint amennyi a megélhetésére elég, így ők félre tudnak tenni. Megtakarításuk fedezi később a nagyobb kiadásaikat. Nem kényszerülnek kölcsön felvételére, ezzel akkor élnek, ha az nagyon kedvező számukra. A családok jelentős része csak annyit keres, amennyi a megélhetésére éppen elég. Amennyiben nagyobb kiadásaik keletkeznek, kölcsönre kényszerülnek, vagy lemondanak az életkörülményeik javításáról, lemondanak nagyobb vásárlásaikról. Vannak családok, melyek jelentős vagyonnal rendelkeznek, így nem kell dolgozniuk. Kizárólag a tőkejövedelmükből élnek, ők a befektetők, a finanszírozók. A családok egy jelentős része szegénységben éli az életét. Reményük, esélyük sincs arra, hogy helyzetükben valamilyen javulás következzen be. Nézzünk a megélhetés szempontjából 100 aktív korú családot. Néhány család kizárólag a befektetéseiből él, sokan kisebb-nagyobb adóssággal vagy kisebb-nagyobb megtakarítással rendelkeznek. Vannak, akik jelentős, megterhelő adóssággal élnek hosszú évekig. Vannak, akik teljesen reménytelen helyzetben vannak. A felmérések szerint hazánkban minden harmadik családnak gondot jelent a napi megélhetés. A családok több mint fele nem rendelkezik semmilyen megtakarítással. 100 családból csak 4 családnak van annyi megtakarítása, amelyből több mint egy évig meg tudna élni. Gyökeresen felforgatták az emberek korábbi vásárlási szokásait, de az életmódjukat is. A vásárlásra, fogyasztásra csábító reklámok és a bőséges árukínálat megtette a hatását, a lakosság jelentős része hitelek segítségével hozta előbbre beszerzéseit. A gazdasági növekedés ellenére egyre nő a jövedelmi különbség a gazdag és a szegény országok, illetve emberek között. A jövedelmek stagnálása már a fejlett világ középosztályát is érinti. A világ népességének gazdagabbik 20%-a az összes megtermelt jövedelem 75%-át birtokolja. A megtermelt javak és a szolgáltatások 96%-át a népesség 5%-a fogyasztja el. Olyan világban élünk, ahol a 225 leggazdagabb ember vagyona akkora, mint a Föld legszegényebb 3 milliárd emberének éves jövedelme. A költségvetési hiányt eleinte a vagyon eladásából finanszírozták, jelenleg pedig az adósságszolgálat növelésével. A vagyonokkal, jelentős megtakarításokkal rendelkezőktől a pénz különböző pénzintézeteken keresztül több lépcsőbe jut el a hitelfelvevőhöz. A pénzintézetek egy részét már ismerjük. Bank, takarékszövetkezet, biztosító, életbiztosító, nyugdíjpénztár, stb. A pénzintézetek másik részével egyáltalán nem kerülünk kapcsolatba. A bankoknál és a többinél elhelyezett pénz az alapkezelőkhöz és a vagyonkezelőkhöz kerül. 25 hazai alapkezelő összesen 3200 milliárd forint vagyont kezel. A bankokban klasszikus módon 8000 milliárd forint van lekötve. A háztartások teljes pénzügyi vagyona jelenleg 27000 milliárd forint. Jövázma. Van fantáziám, de ezt a pénzt még én sem tudom elképzelni. Miként halmoztunk fel ekkora államadósságot? Soknak vagy kevésnek számít ez a felhalmozott adósság? Mihez kell mérni egyáltalán? Miből? És mikor tudjuk ezt a hatalmas összeget visszafizetni? Kezdjük magával a fogalommal. Mi az, hogy államadósság? Az államadósság 3 részből tevődik össze. A központi kormányzat, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítások adóssága. Hogyan alakult az államadósság az elmúlt években? Nőtt vagy csökkent? Nézzük, miként növekedett az államadósság 1989-től napjainkig. 20 évvel ezelőtt, 1992-ben az államadósság
kereken 2000 milliárd forint volt. Az ezredfordulón 2000-ben az államadósság 8000 milliárd forint volt. 2004-ben az államadósság 12000 milliárd forint volt. Most az államadósság jóval több, mint 23000 milliárd forint. Az elmúlt 23 évben az adósságunk szinte egyenletesen nőtt. A Magyar Nemzeti Bank adatait feldolgozva látjuk az államadósságunk növekedését a különböző kormányok alatt. A rendszerváltást követő első kormány idején közel háromszorosára nőtt az államadósságunk. Ezt követően minden kormány alatt nagyjából másfélszeresére nőtt. Ha, hát ilyet! De egyik kormány se lehet büszke erre a teljesítményre! Minden egyik kormány se foglalkozott volna azzal, hogy mennyire eladósodunk, nem? Idézzünk ismét a jelentésből. Ez a jelentés hazánkban készült. A gyarmatosítás története nem nevezhető emberhez méltónak. Talán azért is, vagy mert sokkal hatékonyabb volt, az erőszakos gyarmatosítást felváltotta a tőke kihelyezéssel történő erőforrás gyarmatosítás. A tőkén keresztül folyó gyarmatosítás vér nélküli, a kulturális identitás megváltoztatásán keresztül történik. Láttuk már, mennyi az államadóságunk. De miként finanszírozzuk ezt? Mennyi kamatot fizetünk? A kölcsönadás, a finanszírozási folyamat elég egyszerűen leírható. Rendszeresen állampapírt értékesítünk a kölcsönkapott pénzért cserébe. Később a folyamat megfordul. Visszavásároljuk az állampapírt, és kamatot is fizetünk. Az állampapírok különböző lejáratúak, például 3-6 havi és 10-15 éves futamidejűek. A kamat százalékos mértéke is előre rögzített. Ebben a folyamatban a kamat neve hozam. A napi hírekben pénzpiacok, vagy egyszerűen csak piacok a neve azoknak a pénzintézeteknek, amelyek finanszírozzák az államadósságot. Ha lejár az állampapírok futamideje, akkor vissza kell vásárolnunk azokat. Ha nincs pénzünk, akkor emiatt újabb kölcsönt kell felvennünk. Ilyenkor gyakorlatilag a lejáró kölcsönt egy újabb kölcsönből fizetjük ki. Mekkora hozamot, kamatot fizetünk jelenleg? A grafikon mutatja, miként alakult 2012 őszén a hozam. Különböző színnel vannak jelölve a különböző futamidejű állampapírok. A két felső vonal a 10 és a 15 éves állampapíroké. Ezeket az állampapírokat 10, illetve 15 év múlva kell visszavásárolnunk. Ezeknél a hozam 7-7,5% között van. Egy éve, 2011. novemberben ezeket az állampapírokat 8%-os hozammal értékesítettük. Decemberi állampapírokat közel 10% hozammal értékesítettük. Miként tekintsünk a 7%-os mértékű hozamra, mely államunk költsége? Hétköznapi szóval a mi kamatkiadásunk. Az imént említett négyfős családra 8,4 millió forint államadósság jut. Ennek az összegnek a 7%-a 590 ezer forint. A kamatteher ennyi évente. Ezt az összeget a költségvetés fizeti a költségbe befolyt adókból és illetékekből. Ha ezt az összeget nem kellene az államadósság után fizetni, akkor ez a család kaphatna évente 590 ezer forint támogatást. Ez történhetne SZJA visszatérítés, vagy különböző családtámogatások formájában.
Esetleg a költségvetésből több pénz jutna az iskoláknak, a kórházaknak és más közösségi célokra. Ez az összeg azonban csak a kamat, ennek kifizetésével még a fennálló adósságunkat nem is csökkentettük. Ahhoz, hogy az adósság csökkenjen, ennél sokkal többet kell fizetnünk. Hiába töredéke az adósságunk az USA hatalmas adósságának, nekünk még így is ez óriási teher. Miben bízható országunk mindenkori vezetése? Mire alapozhatják, hogy visszatudjuk az államadósságot fizetni? Talán hasonlóan gondolkodnak, mint mi? Nem hiszem. Hiteligénylésekor, kölcsönfelvételekor mi leginkább abban bízunk, hogy a későbbiekben, évek múlva egy kicsit mindig többet fogunk keresni. Folyamatosan nő a reálbérünk évről évre. Persze. A törlesztő részletek fizetés így is. Persze, egyre könnyebb kéne, hogy legyen számunkra. Arra számítunk. Évről évre sokkal könnyebb lesz majd. Az országunk vezetői abban bíztak, abban bíznak ma is, hogy nő majd az országunk gazdasága, nő a GDP. Ez a gazdasági növekedés magasabb költségvetési bevételt eredményez majd. Ne, több pénzből és majd. Ebből a bevételből aztán könnyedén törlesztünk. De mit ír erről az a jelentés? A politikát az a kényszer vezérli, hogy elsőbséget kell adnia a gazdasági növekedésnek, hiszen ebből származnak a költségvetés újraosztható forrásai, amelyek növekedés esetén alátámaszthatják a politika sikerességét. A politika a társadalom érdekérvényesítésre képes csoportjainak rövid távú érdekeit szolgálja a közérdekekkel szemben. Sikeres volt rendszerváltás utáni gazdaságpolitikánk? Nőtt az országunk gazdasága? Nézzük, miként gyarapodott az országunk gazdasága az elmúlt 5 évtizedben. 1960-tól a GDP-nk, a nemzeti össztermék folyamatosan emelkedett. A rendszerváltásnál 1990-ben volt egy jelentős és tartós visszaesés. Csak 1995-től nőtt újra a GDP-nk. Látjuk, hogy a GDP növekedése 2008-ban megtorpant. Azóta nagyjából egy szinten van. Az 1995-től tartó, tartós és markáns GDP növekedés volt. Azonban ez nem azzal járt, hogy csökkent volna az államadósságunk. Meglepő módon a GDP növekedésével együtt nőtt az államadósságunk is. A GDP növekedése nem hozta magával az adósság csökkentését, pedig így vártuk az előzőek alapján. Hát mondjuk azt vártuk volna, hogy a gazdaság növekedése elősegíti az adósságtörlesztést. Azt vártuk volna, hogy a növekvő GDP miatt hát csökken az államadósság, nem? Hiszen könnyebb törleszteni, ha nő a gazdaság, ha nő a bevétel. Nézzük a jelentésünket. Magyarország a rendszerváltoztatás során jelentős gazdaságszerkezeti változáson ment keresztül, amelynek leglátványosabb kísérője a termelést uraló nehézipar összeomlása és a tulajdonosváltás volt. A hazai gazdaság szereplői a rendszerváltást követően külföldi érdekeltségű multinacionális cégekre, valamint hazai kis és középvállalatokra oszlottak. A kialakuló új gazdasági szerkezetet a kívülről felkínált lehetőségek diktálták, és az új szerkezet kialakításában semmilyen hosszú távra vonatkozó tudatos elképzelés, jövőkép, fenntarthatósági szempont nem kapott helyet. Láttuk, hogy hazánkban évekkel ezelőtt megállt a GDP növekedése, és jelenleg semmiféle gazdasági fejlődés nincs. Számíthatunk a közeljövőbe gyors vagy tartós és jelentős GDP növekedésre? A világgazdaság milyen állapotban van? Növekvő vagy csökkenő? Segíthet rajtunk? A világ összesített GDP-jének alakulását látjuk 1970-től. A 90-es évek közepéig volt egy 25 éves, szinte egyenletes fejlődés. Ezt követte egy 5 éves enyhe növekedés,
majd egy hatalmas GDP száguldás. Ennek a száguldásnak már vége, megállt a GDP növekedése a világban. A vizsgált 40 év alatt most az első alkalommal állt le a növekedés. A világ összesített GDP-je jelenleg nem nő. A világgazdasági pénzügyi válság 2008 vége óta tart. Hazánkban már 4 éve. A gazdasági stagnálás van. Van okunk abban bízni a közeljövőben, hogy a GDP növekedés segít majd az államadósságunk visszafizetésében? Hát a jelentés, amelyből az idézetek származnak, a magyar társadalom számára készült. Az évezred első évtizedének vége felé újra szembe kellett néznie a világnak a gazdasági hanyatlás tényével, miközben állandósulni látszik az a fenyegetés, hogy az anyagi jólétünket biztosító fosszilis erőforrások, valamint a víz, a termőföld, a biológiai alapok szűkössé válnak. A gazdasági tevékenység eredeti célja az emberek szükségletének kielégítése és a szükségletek anyagi forrásainak megteremtése. Miután az eredeti cél helyett a profit maximálás lett a fő cél, a végső fogyasztó is e cél elérésének az eszközévé vált. Egyre kevésbé igaz az, hogy a fogyasztói igények határozzák meg a termelői tevékenységet, hiszen a termelők, a szolgáltatók találják ki a fogyasztók vágyait, és keltik fel az érdeklődésüket az újdonságok, illetve az olcsó tömegáruk iránt. Láttuk, hogy milyen magas az államadósságunk. 23 ezer milliárd forint. Mekkora volt korábban a kölcsönnyújtók, a finanszírozók hozama? Több vagy kevesebb volt évek ezelőtt, mint jelenleg. Nézzük meg a 8-10 évvel ezelőtti hozamadatait, jó? A kék vonal mutatja, hogy miként változott a hozam a 3 éves állampapíroknál. 2003. május végén volt a hozam a legalacsonyabb, akkor 6% volt. 2004. februárjában viszont már 11%-ra nőtt a hozam. Ilyen rövid időn belül miért változik ilyen jelentős mértékben a finanszírozók hozama, tehát a mi terhünk? Mitől függ a hozam mértéke? Nézzük, miként történik az államadósságunk finanszírozása. Miként történik a hitelezés? A klasszikus modell szerint a kölcsönzés menete. Akinek van pénze, beteszi a bankba, majd a bank ezt a pénzt kölcsön adja. A kölcsön lejártakor az adós visszafizeti a hitelkamattal növelt összeget, a betétes visszakapja a pénzét, és kap betéti kamatot. Kevesebb kamatot kap, mint amennyit a bank az adósnak felszámolt, mivel a bank a kamat egy részét magának megtartja. Mekkora rész marad a banknál abból a kamatból, amit az adós fizet? A jelenleg érvényes szabályozások szerint a kölcsön után felszámított kamatnak tartalmaznia kell a pénzintézet pénzforrásait, működési költségeit és hasznát, valamint tartalmaznia kell a pénzintézet kockázatait. Nagyjából így számolnak. Betéti kamat 3%. Banki költség és haszon 3%. Kockázat 4%. Kölcsön kamat 10%. A kölcsönt felvevő által fizetett kamat eloszlását látjuk, a bank alatt értsük a teljes pénzügyi rendszert. A pénzügyi rendszerünk neve hitelpénzrendszer. A bankoknak joguk van a pénzt teremteni a semmiből. Ez azt jelenti, hogy sokkal több pénzt tudnak kölcsönadni, mint amennyit a betétesek elhelyeznek a bankban. Tehát a teremtett pénzt kölcsönadják. Mikor az adós visszafizette a kölcsönt, a teremtett pénzt megszüntetik. Az adós által kifizetett kamat a bank vagyonát növeli, mivel a bank
a maga által teremtett pénzt adja kölcsön. Nincs betétes, akinek betétit kamatot kellene fizetni. A visszafizetett kölcsön és a hitelkamat teljes egészében a banknál marad. Ez a kamat extra nyereséget jelent a banknak, a bank legfelső vezetése bónuszt kap, a bank tulajdonosai pedig osztalékot. Nevezhetjük őket bankároknak is. A bankárok ezt a pénzt, a teremtett pénz valós kamatát elhelyezhetik sajátjukként a bankban, mint egy sima betétes. Tudjuk, a betétesek pénze minden körülmények között védelmet élvez. Tudjuk, a kamatot, a törlesztést minden körülmények között fizetni kell az adósnak. A bankárok, a bankok másra is költhetik a teremtett pénz kamatát. Vállalati részvényeket vásárolhatnak belőle, vállalatokat, országokat finanszírozhatnak. Egészen idáig úgy tudtam, hogy a bankok csak azt a pénzt adhatják kölcsön, amit elhelyeztek náluk. Ne. Ez valójában csak a takarék szövetkezeteknél van így. A bankok teremthetnek pénzt a semmiből. Láttuk, hogy mekkora a kamat. Mi a kamat valójában? A kama? A kama fogalmának meghatározása a hitel intézeti törvényünkben a következő. Az adós által a kölcsönnyújtónak az igénybe vett kölcsön használatáért, kockázatáért fizetendő idő arányosan térítendő rész összeg. Tehát a lényeg, használatért, kockázatért fizetendő. A kockázat nagyságát sok minden befolyásolja. A hitel szemlélő megítélése, a nemzetközi politikai helyzet, a világgazdaság aktuális állapota, a befektetők elemzései. De hogyan működik ez? Nézzünk néhány egyszerű példát. Neked is szükséged van kölcsönre, és nekem is. Mindkettőnknek szüksége van 20 évig 10 millió forintra. Olyan kölcsön kell, melyben 20 évig csak a kamatokat fizetjük. Majd 20 év után fizetjük vissza a 10 millió forintot, azt az összeget, amit kölcsön kaptunk. Én a banknál évi 3% kamatra kapok kölcsönt. Én ugyanannál a banknál évi 8% kamatra kapok kölcsönt. Miért magasabb az én kamatom, mint a tiéd? Te a banknál drágában kapsz kölcsönt, mert neked rosszabb a megítélésed, mint nekem. Te nem vagy jó adós. Én fizetek évi 8% kamatot, vagyis 800 ezer forintot évente. Én viszont csak évi 3% kamatot, vagyis 300 ezer forint kamatot fizetek évente. 20 év alatt én fizetek összesen 16 millió forint kamatot, és tartozom még a felvett kölcsönnel a 10 millió forinttal is. Én a 20 év alatt összesen csak 6 millió forint kamatot fizetek, és tartozom még a felvett összeggel. Tisztességesen a szerződés szerint fizetjük a kamatokat. A végén visszafizetjük a 10 millió forint korábban felvett kölcsönt is. Valójában mindketten kitűnő adósok vagyunk. Én azonban több kamatot fizetek, mint te. Te jó ég, én 10 millió forinttal több kamatot fizetek. Én a kamatokkal együtt a 20 év alatt kifizetem a teljes adósságom. Én kétszer fizetem ki a kapott kölcsönt. Egyszer apránként a törlesztő részletekben, mint kockázati felár, majd utána a végén egy összegben. Persze, mert te nem vagy jó adós, és a kockázatokat meg kell fizetned. Így működik a jelenlegi elavult rendszer, melyvel a kölcsön után felszámított kamatnak a pénzintézet kockázatait is tartalmaznia kell. Tiszta kibaszás, komolyan. Láttuk korábban az államadóságunk nagyságát és a hozamok százalékos mértékét. Nézzük, mennyi kamatot fizetünk évente. Az elmúlt 7 év adatát látjuk. Az oszlopok mutatják, hogy a költségvetésből mennyit fizettünk adósságszolgálatra, az államadóságunk törlesztésére. Az utolsó oszlop a 7 év átlaga, amely több mint 1000 milliárd forint. 7 év alatt összesen fizettünk közel 7500 milliárd forintot. Minden országnak annyiba kerül az államadósság finanszírozása, mint hazánknak? Minden ország ilyen magas hozamot biztosít a befektetőknek, a finanszírozóknak, mint mi? Németország például most 0%-os hozamot fizet,
sőt időnként ott negatív a hozam. A 0%-os hozam azt jelenti, hogy a hitelező annyi pénzt kap vissza, mint amennyit kölcsön adott, nem többet. A negatív hozam azt jelenti, hogy kevesebb összeget kap vissza, mint amit adott. Hasonlítsuk össze hazánk hozamait más volt szocialista országok hozamaival 2005 és 2012 között. Hazánk a vizsgált 7 évben 3-5%-kal több hozamot fizetett, mint Csehország. Hazánk a vizsgált 7 évben 2-4%-kal több hozamot fizetett. Emlékeztek az iménti 10 millió forintos példára? Arra, hogy mivel jár, ha 20 éven keresztül 5%-kal több kamatot fizetünk? Hát, de szar. Mi 2004-től 7 év alatt összesen fizettünk közel 7500 milliárd forint kamatot, 2004-ben az államadóság 12000 milliárd forint volt, majd mára fölgyarapodott 23000 milliárd forintra. De ezt én el sem tudom képzelni, hogy mennyi pénz. 2005-től visszafizettünk 7500 milliárd forint adósságunk, mégis nőtt. Hogyan lehetséges ez? Minden csak azért, mert hazánk megítélése nem kedvező. Rossz adósok vagyunk. Lehet, hogy kisebb, reálisabb hozammal számolva. Réges-rég kifizettük volna az összes államadósságot. A most megismert, a jelenlegi elavult rendszerben mikor tudunk megszabadulni az államadósságtól? Határozzuk el, hogy visszafizetjük a teljes államadósságot. Számoljunk úgy, mintha egy sima banki hitelt kellene visszafizetnünk. Legyünk nagyon-nagyon optimisták. Jó. A számolásnál valóságosnál kisebb, csak 20000 milliárd forint legyen az államadósságunk. Legyen csak 6% a kamat, a hozam. És rövid időn belül 20 év alatt fizessük vissza a teljes államadósságot. Számoljunk az adatokkal törlesztő részletet. Az eredmény, a törlesztő részlet közel 1750 milliárd forint. Vagyis, ha 20 éven keresztül évenként 1750 milliárd forintot fizetünk, hazánk visszafizeti a teljes államadósságát. Mi van akkor, ha nem tudunk évente 1750 milliárd forintot fizetni? Mi van akkor, ha nem tudunk elérni 6%-os kamatot? Mi van, ha ennél nagyobb hozamot kérnek továbbra is a piacok, a finanszírozók? Ha hosszabb a futamidő, csökken az évenkénti törlesztés? Itt látjuk az adatokat 6-7-8% kamattal 10 és 150 év közötti futamidővel. Ha 8% a hozam, akkor már 2000 milliárd forint kell évente, hogy 20 év alatt visszafizessük a teljes államadósságunkat. Ha 7% a hozam, akkor 1400 milliárd forint évenkénti fizetéssel 50 év alatt fizetjük vissza az államadósságunkat. Hiába nő a futamidő, akár 150 évre is, az évi teher alig csökken. Például 8%-os hozamot nézve 50 év esetén 1635 milliárd forint, 75 év esetén 1605 milliárd forint, és 150 év esetén 1600 milliárd forint az évenkénti törlesztés. Látjuk, alig csökken. A számok azt mutatják, vagy visszafizetjük adósságunk 20-30 év alatt, vagy soha. Lehet, hogy örökké fizetni fogunk a piacoknak? Van valós esélye annak, hogy 1800-2000 milliárd forintot, vagy akár csak 1500 milliárd forintot fizessünk évente a költségvetésből 20-30 éven keresztül? Soknak tűnik talán a 75 és a 150 év, amivel előbb számoltunk? Az 1924-ben kibocsájtott amerikai dollár kötvényt az AKK honlapja szerint nem sikerült még visszafizetnünk. Újra
meg újra meghosszabbítottuk. A várható lejárat dátuma 2027. Ez több mint 100 év. Mit tehetünk? Hogyan tudunk az adósságunkból kikerülni? Számoljuk ki, hogy 1% hozammal, kamattal milyen eredményt kapunk. Segíthet ez valamennyit rajtunk? Ez esetben 1100 milliárd forintot fizetve 20 évig tart, hogy kifizessük a teljes államadósságot. Emlékeztek? Az elmúlt 7 évben nagyjából ekkora összegeket fizettünk. 1100 milliárd forintot. Ez jóval kisebb, mint az 1635 milliárd forint, amely 8%-kal jön ki, és nagyon hosszú, 50 éven keresztül tartó teher mindannyiunknak. Ez elég borzalmasan hangzik. Örökké tartó adósság! Ez nagyon jó üzlet lehet finanszírozóinknak. 6-8-10% hozamokkal nem lehet az államosságot visszafizetni. Miért nem elég tőlünk 1% hozam? Sok-e 1000 milliárd forint? Sok-e 1500 milliárd forint? A törlesztések ellene számításaink szerint sok-e az ennek a 23000 milliárd forint, amelyet felhalmoztunk? Mihez kellene viszonyítani, hasonlítani? Nézzük négy meghatározó mezőgazdasági termékünket. Mekkora értéket képviseltek 20 éve, és mekkorát most? 20 éve ebből a négy termékből 15 év teljes mennyisége felelt meg az államadósságnak. Most az államadósság 40 év teljes termelési értékének felel meg. 20 éve az éves termelési érték majdnem teljes egészében fedezte a kamatot. Most a négy termék értéke a kamat harmadát sem fedezi. Na jó, ismerjük államadóságunk nagyságát, és azt is, mekkora összeg az évekként itt kamatteher. Miből és mekkora bevétele van a költségvetésünknek? Melyből fizetjük a kamatokat? Kezdjük azzal, amit mindannyian ismerünk. Legtöbb család dolgozik, fizetését adók, járulékok terhelik. Fizet a munkaadó és a munkavállaló is. Mennyit vonnak le a bérünkből, a fizetésünkből? Számoljunk 200 ezer forint bruttó fizetéssel, ez kevesebb, mint a hazai átlagfizetés. A fizetési papírunk ehhez a listához hasonló. Sajnos elég nehezen átlátható. Az adókat, járulékokat, vagyis a különböző közterheket leróva marad nekünk 131 ezer forint. Ez a nettó fizetés, ez az, amit elkölthetünk, felhasználhatunk saját céljainkra. Amennyiben mindkét szülő hazavisz ekkora összeget, havi 131 ezer forintot, akkor a család 262 ezer forint jövedelemmel rendelkezik. Egy kétgyermekes család létminimuma ez az összeg. Minden olyan kétgyermekes, négy tagú család, mely ennél kevesebbet keres, nincs 260 ezer forint bevétele, a létminimum alatt él. Egy táblázatba foglalva jobban látjuk a munkabérünket terhelő adókat, járulékokat. Az egészségügy fenntartásához 20 ezer forinttal járulunk hozzá. A nyugdíjrendszer fenntartásához 68 ezer forinttal. Személyi jövedelemadó 32 ezer forint, vannak még kisebb adók is, ezek összege 6 ezer forint. Mi készhez kapunk 131 ezer forintot, és közel ekkora összeg megy összesen a költségvetésbe is. Munkáltatónknak összesen 257 ezer forintba kerül az elvégzett munkánk. Összesen ennyit fizet a munkánkért. Ha termelő vagy szolgáltató ágazatban dolgozunk,
Vagyis a versenyágazatban dolgozunk, akkor legalább akkora értéket kellene előállítani a saját bérünket, és a bért terhelő adókat, tehát magát a járulékokat kitermeljük. Valójában ennél sokkal többet, hiszen a munkahelyünk épületeket, irodákat tart fent, adót fizet, vagyis vannak a béren kívül más költségei is. Ja, jó, ezt sok. Az összeget is a munkánkkal nekünk kell kitermelni. Na, nem is a főnöknek. Ha közalkalmazottak vagyunk, vagyis a munkahelyünk közpénzből van fenntartva, akkor az államnak ekkora összeget kell biztosítani a befolyt adókból a munkahelyünknek. Ilyet. Ha termelésünkből akarjuk fizetni a vállalkozóknak a fodrász, a kőműves, autószerelőt, akkor a már adózott nettó fizetésünkből fizetjük a vállalkozót és még annak adóját. A vállalkozónak természetesen ez a vállalkozói bevétel, amely után neki adóznia kell. Tegyük fel, hogy túl vagyunk a lakásunk festésén, fizessük ki a festő munkáját. A példában a festő munkája, munkadíja persze, legyen a teljes nettó fizetésünk. Kövessük tovább fizetésük útját, hogy is megy ez. A 131 ezer forint nettó fizetésünk most már a festő vállalkozói árbevétele. Ebből közel 28 ezer forintot áfaként be kell fizetnie. A festőnél marad 103 ezer forint, melyet tekintsünk a festő saját munkája utáni vállalkozói bérkiadásnak. Az adók, járulékok befizetése után marad a festőnek 53 ezer forint nettó fizetés. Milyen következményei vannak ennek az elavult adózási rendszernek, a munkabér ilyen mértékű adóztatásának? Valószínűleg ismerős a válasz. Igen, mondjuk a festő, az autószerelő, a fodrász, az orvos, sokan mások, leginkább nem is adnak számlát a munkájuk után. Miért? Tiszta logikus, nem? Jól jár, aki fizet, hiszen, ugye, megsporolja az áfát, jól jár, mi az is, aki kapja a pénzt, megsporolja az adókat, a járulékokat. A legtöbb magánmunkahely a munkák elvégzéséhez nem dolgozókat vesz fel, hanem alvállalkozókat alkalmaz. Sőt, arra biztatja a meglévő dolgozóit, hogy legyenek ezentúl vállalkozók. Felkínál a dolgozóinak egy csábító, gyakran visszautasíthatatlan ajánlatot. Ha aztán majd ők ügyesen könyvelik költségeiket, kevesebb adót és járulékot fizetnek, és így több marad nekik, mint most. Tényleg így működik. Ó, nevetséges az egész. Nézzük az adatokat. Igazolják egyáltalán a felvetésünket? Hazánkban több mint 1 millió egyéni vállalkozás van. A társas vállalkozások száma több mint 600 ezer. Az összes vállalkozások száma több mint 1 millió 600 ezer. 2004-ben 400 ezerrel kevesebb vállalkozás volt, mint 2010-ben. Minden piaci körülmények között működő munkahely próbál takarékoskodni, hogy a versenytársaikkal szemben ne kerüljön hátrányba, vagy azért, hogy növelje a saját hasznát. Minden munkahely vagy a legmagasabb haszon elérésében érdekelt, vagy egyre kevesebb pénzből kell elvégeznie a feladatát. Így aztán leépít, elküldi dolgozóit. A munkabérrel való takarékoskodás eredményeit látjuk. Nézzük a termelő ágazatokat. 20 év alatt több mint 500 ezer fővel csökkent a mezőgazdaságban dolgozók száma. 20 év alatt több mint 500 ezer fővel csökkent az iparban és építőiparban dolgozók száma. Az elmúlt 23 év adatait látjuk. A munkanélküliek száma 2004 óta a duplájára nőtt. 20 év alatt 1 millió ember feleslegessé vált a termelőágazatokban, az iparban és a mezőgazdaságban. Bazeg! 1 millió ember, öcsém! A gépesítés, a korszerű gyártás tenger munkáját szüntetett meg! Nézzük, miként fogalmaz a jelentésünk. A hazánkban jelenlévő multinacionális cégek nem csak Magyarországot sújtó, hanem világ tendenciaként őket jellemző módon humán vagyon felélő stratégiát folytatnak,
ami azt jelenti, hogy alkalmazottaik széles, humán forrás szempontból a legértékesebb rétegeit a 25-45 közötti két évtizedben foglalkoztatják csak, s ezzel a korai öregedésbe, az egészségi elhasználtságba hajszolják őket. Az alul foglalkoztatottság kialakulásának legfőbb oka a profit maximálás kényszere miatti munkahatékonyság, azaz egyre kevesebb munkavállalótól egyre több feladat teljesítését várják el. Ez nem csupán kevés embert enged hozzáférni a munkához, de azon kevesek energiáját is elszívja, munkaerejét feléli, akik dolgoznak. Reménytelen a foglalkoztatás növelésére tett erőfeszítés addig, amíg a tulajdonos tudja azt, hogy a számára fölösleges, selejt munkaerő szociális terheit áthárítatja a társadalomra. Az ugyanis nem fog vele szemben követelésekkel fellépni, mert fél, hogy máshová megy a vállalat az országból. Láttuk, hogy mekkora a munkabérre rakódó adóteher. Láttuk, hogy mit ír erről a jelentés. Fél, hogy elmegy a vállalat az országból. Hülyeség. Tudjuk, hogy az államadóságot az adókból és a járulékokból fizetjük. A munkabérünk, közterheinek és a járulékoknak, az adóknak milyen nagy a jelentősége a költségvetésünkben? A befizetett adóinkat és járulékainkat a központi költségvetésben találjuk meg. Idei évre a személyi jövedelemadó terv 1574 milliárd forint. Táblázatba írva könnyebben tanulmányozhatjuk az összegeket. Pirossal vannak jelölve azok a költségvetési bevételek, melyek hozzánk, magánszemélyekhez kapcsolódnak. Ezek azok a költségvetési bevételek, melyeket megismertünk a 200 ezer forintos fizetési példánál. Személyi jövedelemadó 1543 milliárd forint. Nyugdíj társadalombiztosítás 2750 milliárd forint. Egészségügy társadalombiztosítás 1700 milliárd forint. Valamint az ÁFA 2722 milliárd forint. Ha összeadjuk ezeket, akkor látjuk, a költségvetés teljes bevételének közel kétharmada a lakossághoz köthető. Korábban kiszámoltuk, 1300-1500 milliárd forintot kellene fizetnünk, 20-30 évig kifizessük a teljes adósságot. Ezt az összeget összehasonlíthatjuk a költségvetés bevételeivel. A kiszámolt törlesztés akkora, mint a teljes SZJA befizetésünk. Megáll az ész, komolyan. Nem is kellene személyi jövedelmet fizetünk, ha nem lenne államadóságunk? A kiszámolt törlesztés fele, mint az ÁFA befizetésünk. Ha nem lenne államadóságunk, akkor elegendő lenne 14%-os ÁFA a jelenlegi 27% helyett. 27? De ez a hülyeség. Hiszen akkor az az egy harmada. Nézzük ismét a jelentésünket. A profit maximalizáló gazdaság több embert rekesztett ki a foglalkoztatásból, mint amennyit el lehet látni az állam által beszedett haszonból. Az alacsonyan tartott béreken szükségszerűen magas adóterheket kell érvényesíteni a bevételek érdekében. Az egyre kevesebb foglalkoztatott az állam szociális költekezését úgy ítéli meg, hogy az ő munkájuk jövedelméből támogatják a rászorulókat. A szolidaritás érzése sokáig fennállt, de egyre inkább eltűnik, ha maga a foglalkoztatott is kiszolgáltatott helyzetbe kerül, alacsony jövedelme miatt. Láttuk, ismerjük, mindent elkövettünk azért, hogy elkerüljük az adófizetést a munkabérünk után. Fizetés számla nélkül, fekete munka, minimálbéres bejelentés, sorolhatjuk. Azt hiszem. Ideje feltennünk magunknak egy pár kérdést. Szeretjük azt gondolni, hogy bizonyos dolgok csak úgy járnak nekünk. Az igazság az, hogy mindennek ára van. Úgyhogy az állam valamikor alkotott az emberekkel, aminek a lényeg az volt, hogy majd a spórol helyettünk, mert az emberek szeretik költeni a pénzt, és hát kihibáztatnánk ezért.
Szóval tegyük fel, hogy valaki megbetegszik, ideiglenesen nem tud dolgozni, viszont a gyógyulása érdekében költségei merülnek fel. Akkor ezeket a költségeket, vagy ezek egy részét, az állam egy közös kasszából fizeti, amiben minden dolgozó és minden munkáltató befizet egy bizonyos összeget. Ez az egészségügyi járulék. Ezt nem lehet másra fordítani, ez arra van, hogy akinek egészségügyi ellátásra van szüksége, már pedig előbb-utóbb mindenkinek szüksége lesz rá, akkor annak ne kelljen már ilyenekkel foglalkozni, hogy mennyibe kerül egy laborvizsgálat, hogy mennyi egy nővér fizetése, a beteg ember az gyógyuljon. Ezt az alkot úgy hívják, hogy egészségügyi társadalombiztosítás. És az állam látta, hogy ez jó. Például lettek más ilyen alkuk is. Például azok, akik már idősek, és nem tudnak dolgozni, vagy nem akarnak, mert úgy érzik, hogy dolgoztak már eleget, akkor az ő számukra az állam nyugdíjellátást biztosít, amit szintén egy közös kalapból finanszíroznak, amiben minden dolgozó és minden munkáltató beleadja a maga részét. Ez a nyugdíjjárulék, és ezt se lehet másra fordítani. Ezt az alkotnak úgy hívják, hogy nyugdíjtársadalombiztosítás. És egy rakás ilyen van, a közutak építésétől az ingyenes oktatásig egy csomó dolog, amire közösen adjuk be a pénzt adók formájában. Adót fizetni viszont mindenki utál. A trükközéssel pont a társadalmi alkuk ránk eső részét rúgjuk fel, miközben a másik oldalról továbbra is követeljük be, mi jár. Az állam meg hát ilyen kis szeretett kurva, hogy kielégítse az elvárásainkat, költségvetésből hiányzó részt kölcsönökkel pótolta ki. Egészen addig a pontig, amikor a helyzet már tartatlanná vált. Az államadósság lassan nagyon nyom minket, a bérből élő terhei egyre nőnek, a betegeken és a rokkantakon kezdünk el spórolni. Az ország vezetése maga részéről most mondja fel a társadalmi alkukat, és persze lehet köpködni mindenkinek a világnézetének megfelelő kormányra, jó is az, én is szoktam, de az igazság az, hogy a kialakult helyzetért mi állampolgárok is felelősek vagyunk. Minőségi egészségügyi és oktatást a semmiből senki nem fog tudni nekünk teremteni, bármit is ígér. A dolgok nem így működnek. Esetleg itt van már az ideje egy új társadalmi alkut kötni. Mindenkinek meg kell tartani, nem? De az államnak is, meg nekünk is, embereknek. Nézzük, hogyan gazdálkodtunk az elmúlt években. Mit mutatnak a költségvetésünk számai? Kezdjük a 2012. év költségvetésének tervszámaival. Nézzük a költségvetésbe befizetett pénzünket, mire költjük. Tegyük egymás mellé a bevételeket és a kiadásokat. Befizetünk nyugdíjjárulékot. Befizetünk egészségügyi járulékot. Befizetünk személyi jövedelemadót. És még több fajta adót és járulékot fizetünk a költségvetésünknek. A nyugdíjakra befizetett összeg a nyugdíjasokhoz kerül. Az egészségügyre befizetett összeg az egészségügyre fordítódik. A fő bevételi és kiadási tételeket látjuk arányosan ábrázolva. Ha az összes bevételt összevetjük az összes kiadással, látjuk, a befizetett összeg, a bevétel magasabb, mint amit saját magunkra költünk, mint a saját kiadásunk. A többlet, amit megspórolunk saját magunkon, az 489 milliárd forint. Ez a többlet sajnos nem marad a miénk. Ez az összeg a finanszírozóké, a piacoké. Ez összeg az államadósság kamatkiadásaira, törlesztésére megy. A kamatkiadásunk idén viszont 1065 milliárd forint. Ez jóval több, mint a többletünk, mint amennyit megspóroltunk magunkon. Ahhoz, hogy idén ki tudjuk fizetni a kamatokat, hiányzik 576 milliárd forint. Valójában idén kamat kiadásaink egy részét a többlet, a saját magunkon történő spórolás adja. A hírekben ez általában
megszorításként szokott elhangzani. A kamatösszeg hiányzó részére kölcsönt kell felvennünk. Vagyis idén a kamatkiadás a költségvetési megtakarításból, azaz a többletből és újabb kölcsön felvételéből adódik össze. Idén, 2012-ben az esedékes kamatkiadás több mint felét újabb kölcsön felvételéből fizetjük. Tehát az idén a tervek szerint kölcsönt kell felvennünk ahhoz, hogy az államadósságot ki tudjuk fizetni. Hát sajnos igen. De a kamatkiadásra már nem is maradt pénzünk. Most nézzük, miként alakultak a kamattárnak az elmúlt években. Kellett-e korábban is kölcsönt felvennünk, hogy ki tudjuk fizetni a kamattereket? Mit tartalmaz ezzel kapcsolatban a 2013-as, a jövő évi költségvetésünk? 9 év adatát látjuk 2005-től 2013-ig. Zöld színnel van jelölve a többlet, vagyis az az összeg, melyet abban az évben megtakarítottunk költségvetésünkből. Van 3 olyan év, mikor többet költöttünk magunkra, mint amennyi adót és járulékot befizettünk. Ebben a 3 évben nem volt többletünk. 2006-ban a túlköltekezésünk közel 1000 milliárd forint volt. 2007-ben a túlköltekezésünk közel 400 milliárd forint volt. 2011-ben, tavaly, a túlköltekezésünk több mint 600 milliárd forint volt. Piros szín mutatja, hogy mekkora kölcsönt kellett abban az évben felvennünk. Ebben a 3 évre nem csak a kamatkiadás miatt kellett kölcsönt felvennünk, hanem saját kiadásaink miatt is. A 9 év közül egyik évben sem tudtuk a kamatokat kifizetni saját megtakarításból, minden évben kölcsönt kellett ehhez felvenni. A többlet és a hiány alatti lila számok mutatják a kamat kiadásunk nagyságát. Idén, 2012-ben a kamat kiadás 1065 milliárd forint. Jövőre, 2013-ban a kamat kiadás 1326 milliárd forint lesz. 9 év alatt az összes kamat kiadásunk 9865 milliárd forint. Ez közel 10.000 milliárd forint kamatkiadás. 9 év alatt ahhoz, hogy a kamatokat ki tudjuk fizetni, 9598 milliárd forint hitelt kellett felvenni. Ez közel 10.000 milliárd forint hitel. 9 év alatt a kamatkiadásokat kizárólag újabb kölcsönök felvételéből fizettük. 9 év kamatkiadásait látjuk. 2008-tól csökkent a kamatkiadás összege, ennek az az oka, hogy a piacok helyett az IMF, Világbank, Unió 3-as finanszírozta az államadósságunk nagy részét. 2013-tól már teljes egészében a piacok finanszírozzák hazánkat. Emiatt jövőre 300 milliárd forinttal emelkedik a kamatkiadásunk. Már tudjuk, miért nőtt meg az államadósságunk közel 10.000 milliárd forinttal 2005 óta. 13.000 milliárd forintról 23.000 milliárd forintra. Mivel az államadósság fele deviza hitel, a forintban meghatározott államadósság összege függ az árfolyamoktól is. Ezért néha eltérőek a forintban kifejezett számok. Ez lehetetlen! Ez képtelenség! 9 év alatt az összes kamatkiadást kölcsönök felvételéből fizettük. Ez lehetetlen! Hogyan lehet ez? Miként történhet ilyen? Miért nem volt ez hír nap mint nap az elmúlt években? A hazai jelentés, amelyből idézünk, 2009-es év végén lett nyilvánosságra hozva. A felelőtlen költségvetési gazdálkodás a legrosszabb erkölcsi üzenet, amit az állam,
a polgárainak küldhet. Hiszen elképzelhetetlen, hogy egy felelősen gondolkodó családanya hónapról hónapra adósságokra építse fel a háztartás kiadásait, ráadásul úgy, hogy tudja, semmilyen lehetősége sincs az adósságai rendezésére. Külső gazdasági függőségünk egyrészt az ország eladósodásából, másrészt ezzel karöltve a túlzott privatizációból származik. A magyar gazdaság átalakulásában jelentős szerepet játszott és játszik a külföldi tőke. Az ország nagy mértékben engedte át a vagyonát, a piacát, az emberek munkaerejét a külföldi tőkének, pénzintézményeit pedig döntően nemzetközi szervezetek irányítják. A pénzpiac aránytalanul nagy profitot és kamatjövedelmet von ki az országból, amely közvetlenül a költségvetést, közvetve a teherviselő rétegeket, a szociális és jóléti célok teljesíthetőségét veszélyezteti. Ahhoz, hogy az állam megtarthassa a külföldi tőkét, teljesítenie kell annak elvárásait. Hát, bazeg, lesújtó megállapítások. Hogyan kerülhettünk ki a helyzetbe? Hogyan fogják ezt az adósságot gyermekeink, unokáink visszafizetni? Emlékeztek a számításra? Mekkora összeget kellene fizetnünk a jelenlegi hozamok mellett, hogy 20 év alatt kifizessük a teljes adósságot? De úgy 2000 milliárd forintot? Mikorra szabadulunk meg az adósságunktól? Milyen társadalmi konfliktusok, feszültségek árán? Az adó és a járulékbefizetéseink a költségvetésbe kerülnek. Az államadósságot és annak kamatait a költségvetésből kéne, hogy fizessük. Az adóbevételek jelentős része a kamatkiadások révén magánszemélyekhez kerül, azokhoz, akik finanszírozzák a mi államadóságunkat, hát illetve ugye az egész világ államadóságát. Az államadóságunk növekedésével valóban nőtt a magánszemélyek vagyona? Nézzük a 8 év adatait. 2005-től látjuk az adatokat, a növekvő vonal a pénzügyi gyarapodást, a csökkenő vonal pénzügyi romlást jelzi. Az államunk adóssága most negatív számokkal van ábrázolva, mivel évről évre romlott a helyzetünk, nőtt az adósságunk. Az államadósságunk 8 év alatt 9000 milliárd forinttal nőtt. 14 ezer milliárd forintról 23 ezer milliárd forintra. A háztartások pénzügyi vagyona ez alatt a 8 év alatt növekedett 10 ezer milliárd forinttal, 17 ezer milliárd forintról 27 ezer milliárd forintra. A háztartások vagyon növekedése sajnos nem minden háztartásnál jelentkezik. A háztartások jelentős része a vizsgált 8 éves időszak első felében 5 év alatt jelentősen eladósodott. 6 ezer milliárd forinttal nőtt az adósságuk. Megnőtt 4 ezer milliárd forintról 10 ezer milliárd forintra. Az időszak végén a törlesztések ellenére a háztartások adóssága alig csökkent. A munkából élő családok nagy része kölcsönt vett fel, pénzügyi vagyonuk emiatt is csökkent. A tehetős családok pénzügyi vagyona nőtt. Ha közelebbről megnézzük a háztartások pénzügyi vagyonát, látunk egy jelentős visszaesést 2011-ben. Csak nem a gazdasági válság hatása. A gazdasági válság miatt csökkent a háztartások vagyona? Az MNB adataiban megtaláljuk a választ. Csökkent a nyugdíjpénztárak által kezelt vagyon. Azért csökkent, mivel a kormány kérésére a fizetésből és bérből élők önként térítésmentesen lemondtak a magánnyugdíjpénztári megtakarításaikról. Lemondtak saját személyes vagyonukról. Lemondtak 3 millióan önként 3000 milliárd forint vagyonról. Nem baj, Jobbi. Hazánkban nagyjából 4 millió háztartás van.
2 millió háztartásnak nincs jelentős megtakarítása, illetve sem ekkora sincs. Számoljunk most mégis úgy, hogy ezeknek a családoknak van számottevő megtakarítása, van 1 millió forint megtakarításuk. Ez a megtakarítás összesen 2000 milliárd forint. Ezt levonjuk a teljes pénzügyi vagyonból, 27 000-ből 2000, egyenlő 25 000 milliárd forint. A háztartások másik felének, 2 millió háztartásnak, így 25 000 milliárd forint jut. Csak a hazai háztartások 4%-a rendelkezik olyan mértékű megtakarítással, mely több mint egy évi megélhetést tesz lehetővé. A 4% nagyjából 160 000 háztartás. A többi háztartás rendelkezik ugyan megtakarítással, azonban ez kevesebb, mint ami egy évig biztosítaná a megélhetésüket. Nagyjából 2 millió háztartásról beszélünk. Legyen a pénzügyi megtakarítás háztartásonként 3 millió forint. Ez összesen 6 000 milliárd forint. 25 000-ből 6 000 egyenlő 19 000 milliárd forint. Ennyi marad a többi háztartásnak. Vagyis 160 000 háztartás rendelkezik 19 000 milliárd forint pénzügyi vagyonnal. Ez háztartásonként 120 millió forint. Nézzük a pénzügyi vagyon eloszlását. 2 millió háztartás rendelkezik összesen 2000 milliárd forinttal. 2 millió háztartás rendelkezik 6 000 milliárd forinttal. 160 000 háztartás rendelkezik 19 000 milliárd forinttal. Hazánkban a háztartások 4%-a rendelkezik a háztartások pénzügyi vagyonának 70%-ával. A pénzügyi vagyon elosztása óriási aránytalanságot mutat, ahogy a jelentésünk első idézeteiben is szerepelt. Most csak a pénzügyi vagyonról esett szó. Ez nem tartalmazza az ingatlan vagyont és az ékszereket. Nem tartalmazza még a külföldre kimentett vagyonokat sem. Láttuk, hogy a bérből élők miként vesznek részt a közterhekből. Nézzük tovább a közteherviselés, valamint a pénzútját. A munkából élők az általuk előállított érték mindössze felét kapják kézhez. Akkora összeg kerül a költségvetésbe a munkájuk után, mint amennyit hazavisznek családjukhoz. Azon családok, melyek jelentős vagyonnal rendelkeznek, nem dolgoznak. Így ők nem fizetik a munkabérrel járó terheket. Miként veszik ki a részüket ezek a családok a közterhek viseléséből? A banki betét, az állampapírok hozama után fizetendő adó 16%. Ha kihasználják a sok jogszerű adó elkerülés valamelyik lehetőségét, akkor ennek a 16%-nak a töredékét fizetik. Mivel alig van ezeken a jövedelmeken adó közteher, mivel az elért jövedelmek a család megélhetési költségének többszörösei, a vagyonok hihetetlen mértékben gyarapodnak tovább ezeknél a családoknál. Ismerjük a gazdasági válság alatti pénzügyi vagyonnövekedést, mely csak a teljes vagyon egy része, mivel a vagyon más része ingatlanokban, termőföldekben, külföldi bankszámlákon van. A nagyobb vagyon után természetesen nagyobb összegű kamatot, nyereséget érnek el. A pénzügyi vagyont, ami már összegyűlt, be kell fektetni. Újra és újra hitelezni kell. Arra figyelni kell, hogy mindig legyen kellő számban család, mely kölcsönt vesz fel. Ezért vannak aztán időnként a nagyon-nagyon kedvező hitelajánlatok. A kölcsönt felvevők, az adósok termelik ki a kamatot. Olyan nem létezhet ebben a jelenlegi hitelpénzen alapuló rendszerben, hogy mindenki kifizeti az adósságát, és aki korábban adóssággal rendelkezett, holnaptól elkezd takarékoskodni. Ez esetben a meglévő felhalmozott pénzt
hol helyezik el a finanszírozók, hogy kamatozzon? Ki termeli ki ekkor majd a kamatot? A széleskörű általános gyarapodás megengedhetetlen. Jelenleg így áramlik a pénz hazánkban a szegényebbektől a gazdagabbak felé. És így van ez szinte az egész világon. Lakossági hitelek esetén az elvárt magas kamat együtt jár a családok anyagi tönkremenetelével, a kilakoltatásokkal, az öngyilkosságokkal. Az államadósságok esetén az adók és járulékok kerülnek a rászorulók és a közellátás helyett néhány család magántulajdonába. A magas kamat elérésében segít az országok kedvezőtlen megítélése miatti kockázati kamatfelár. Mint láttuk, akik a megélhetésük miatt dolgoznak, jelentősen részt vesznek a közterhek viselésében. A felvett kölcsönük kamata és munkabérük adójának is jelentős része a vagyonnal rendelkezőkhöz kerül. Tovább növelve azok meglévő vagyonát. Láttuk, hazánkban a háztartások vagyona 10 000 milliárd forinttal nőtt 8 év alatt. Ebből a vagyonnövekedésből alig került a költségvetésbe a számukra rendkívül kedvező adózási szabályok miatt. Az anyagi értékek megszerzésére szocializált társadalomban a verseny vált uralkodóvá, amely feltételezi az önző magatartási formákat és háttérbe szorítja az együttműködést, a szolidaritást, a közösségi gondoskodás kultúráját. A gyorsítás, a verseny nem ad időt arra, hogy gondolkodjunk, hogy várjunk, pihenjünk, megújuljunk. Elveszi az időnket, tönkreteszi az egészségünket, a közösségi, családi kapcsolatainkat, elszegényíti az értékeinket, a társadalmat szegényekre és gazdagokra, okosakra és butákra, szárnyalókra és szárnyaszegettekre, sikeresekre és sikertelenekre osztja. Az államon és a lakosságon kívül a vállalatok sem képesek a termelés saját erőből megvalósítani. Külső finanszírozóra van szükség. Mivel nincs elég pénzük, a bankok hiteléhez is kell folyamodniuk. Hazánk összes adóssága, központi kormányzat 22 000 milliárd forint, helyi önkormányzatok 1 400 milliárd forint, társadalombiztosítások 100 milliárd forint, háztartások 10 000 milliárd forint, vállalatok 20 000 milliárd forint, összesen 51 500 milliárd forint. 51 000 milliárd forint után a kamat évi 8%-kal számolva 4 100 milliárd forint. Ez megközelíti azt az összeget, melyet nyugdíjakra és az egészségügyre fordítunk a költségvetésből. A globális reklámipar a fogyasztási igény feltámasztására szakosodott, visszautasíthatatlan fogyasztási javakat kínál fel, kényelmet, biztonságot, boldogságot ígér. Ugyan a felkínált javak kevesek számára elérhetőek, de alkalmasak arra, hogy a legtöbb embert ösztönözzék a megszerzésükre. A szűkös természeti javak elvétele nem a társadalmi szükségletek kielégítését szolgálja, hanem a fogyasztás bármi áron történő növekedését, amelynek végső célja a befektetett tőke hozamának maximálása. Ennek a 51 500 milliárd forintnak megfelelő hasznot hozamot kell biztosítani. Jelenleg a gazdaság, a GDP stagnál. Nem nő. Sem a hazánkban, se sehol. Se a világban, se sehol. Nem várható el a költségvetési bevétel növekedése, mivel a gazdaság, a GDP stagnál. Az államadóság finanszírozása ezért csak úgy történt meg, hogy az adóból befolyó összegekből többet kéne fordítani a kamattörlesztésre.
Így azonban kevesebb jut oktatásra, színházakra, múzeumokra. Nagyon fontos dolgokra. Mondjuk egészségügy, nyugdíj. Útépítés, útjavítás, tömegközlekedés. Meg mondjuk az igazán, a valóban rászorultaknak a tényleges, nem mellé dumálós, a tényleges támogatására. Miközben az adósságunkat finanszírozó honfitársaink élvezik a magas hozamokat, amit az állampapírok biztosítanak számukra. A meglévő szabályozásoknak köszönhetően ez a hozam nagy részt mentesül a közterhek viselésétől, az adózástól. Tiszta kibaszás. Az államunk még szegényebbé válik, a finanszírozók tovább növelik megnévő vagyonukat. Vagyonuk lehetővé teszi, hogy fizetni tudják gyermekeik oktatását, családi gyógyítását, nem szorulnak majd nyugdíj ellátásra sem. Gyermekeik pedig adómentesen öröklik majd a felhalmozott teljes családi vagyont. Megáll az ész komolyan. Minek a kapcsán ki és mikor írta le a következő mondatot? Harmadikán a kerületi ülésen beszéltem. Minden honfitársamat ellenségemmé tettem. Nekem itt szavam nincs. Nem vagyok tagja a követek házának. De birtokos vagyok, és ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honosainknak magyar neveltetését, jószágomnak egyévi jövedelmét feláldozom rá. Széchenyi István írta a naplójába, hogy minden honfitársát ellenségévé tette, miután az idézett felajánlás elhangzott tőle az alsóházban 1825. november 3-án. Felajánlotta jószágainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. Tudta, hogy nem lesz népszerű felajánlása a többi földbirtokos között, a felsőház tagjai között. Széchenyi István arisztokrata földbirtokos volt. A felajánlását hirtelen felindultságból az előző hozzászólások hatására tette, mivel elhangzott, hogy az arisztokraták nem járulnak hozzá a szükséges magyar intézmények létrehozásához. 23 év múlva az 1848-as forradalom 12 pontja közül a hatodik volt a közös teherviselés. Követelték 165 éve, hogy a főnemesek is vegyenek részt a közterhek viseléséből. Széchenyi adott, és mégis több lett általa. Széchenyi példáját egyből követték. Alaptalanok bizonyult a félelme, hogy minden honfitársát ellenségévé tette. Hát mondjuk, ma ezt úgy mondanánk, hogy országos mozgalmat indított el. Nem csak Vaj Ábrahám, vagy gróf Andrássy György, vagy a gróf Károlyi György, az egész ország követte. Az akadémia anyagi alapjaihoz minden társadalmi réteg hozzájárult, a főrendek, a vármegyék is. Az egyházak, a városok, polgárok, vállalkozók, üzletemberek, diákok, iskolák, intézmények sora. Mi az oka ennek a mostani lehetetlen helyzetünknek? Hová jutunk? Van egyáltalán kiút? Nézzük tovább a jelentést. A társadalom egyre több részproblémát termel, ezek kezelésére pedig egyre több pénzt és energiát áldoz, de szinte eszébe sem jut a jelenségek gyökereit megvizsgálni. Azt szeretnénk láttatni, hogy a válaszadás módszere a rossz, mert az nem az okokra irányul. Az idézetek a 2009-ben készült Jövőkereső című hazai jelentésből származnak. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács a Magyar Országgyűlés önálló intézményeként öt párti konszenzussal jött létre 2008 őszén. A jelentést, amelyből idéztünk, ez a tanács rendelte meg és fogadta el. A tanulmány így kezdődik. E század küszöbét az egész bolygóra kiterjedő gondokkal terhelve léptük át. Az emberiség válaszúthoz érkezett. Napjainkban válságok sorával kell szembenéznünk, melyek együttesen terhelik a jelen
és a jövő generációt. Amíg a gazdaság egyre bővülő mértékben állította elő az anyagi jólét forrásait, miközben a világ népessége gyors ütemben növekedett, addig a haladás árnyoldalaként végletesen szélsőségessé váltak a társadalmi egyenlőtlenségek, a környezet minősége erőteljes romlásnak indult, és egyre inkább megtapasztalhatjuk az éghajlatváltozás káros következményeit is. A tanulmány a jövőre nézve 4 forgatókönyvet vázol fel. Az, hogy melyik valósul meg, nagyrészt rajtunk múlik. Annak ellenére, hogy nem lehet biztos tudásunk a jövőről, kötelességünk minden számottevő valószínűségű forgatókönyvvel számolni, és elkerülni minden olyan változtatást, amely ezek megvalósulása esetén megoldhatatlan feladat elé állítják a nemzetet. Az első forgatókönyv. Pozitív globalizáció. A globális társadalom irányába haladnánk tovább. A fejlődés hajtóereje továbbra is a verseny, és a gazdasági fejlődés. Alkalmazkodunk az éghajlatváltozáshoz, nem jelent problémát a kőolajkiváltása, más energiaerőforrásokra átállás. Erős globális kormányzás alakul ki, a szociális problémák könnyebben kezelhetőek. Második forgatókönyv. Negatív globalizáció. A globális társadalom irányába haladunk tovább. A fejlődés hajtóereje továbbra is a verseny és a gazdasági fejlődés. Nem sikerül alkalmazkodnunk viszont a szélséges éghajlatváltozáshoz. Problémát jelent a kőolaj kiváltása más energiaforrásokra. A létfeltételek romlanak, az életszínvonal csökken, a szociális problémák fokozódnak. Az ellátó rendszerek összeomlanak. Nem alakul ki erős globális kormányzás. Átrendeződik a politikai erőtérkép, új feszültségek jelentkeznek. A nemzeti kormányok nem tudják ellenőrizni a folyamatokat. Jé, nem tűnik túl jónak. A 3. forgatókönyv. A lokalizáció. Minden helyben keresik a megoldásokat, a válaszok megtalálása egyenlőtlen. A problémák súlyosbodnak, éghajlatváltozás, élelmiszerhiány, éhezés, energiahiány, ellátórendszerek összeomlása, stb. Ezek komoly konfliktushoz vezetnek, erőszak forrása jelentkezik. Hosszú időt vesz igénybe a helyzet normalizálódása. 4. forgatókönyv. Glokalizáció. A világot az együttműködés jellemzi. Sikerül különválasztani a helyben megoldandó problémákat és az emberiség általános problémáit. Az általános problémákhoz globális kormányzás foglalkozik, a helyi ügyekben biztosította megfelelő döntési szabadság. Közösen sikerül a környezeti, társadalmi, energiai problémákat megoldani. A verseny és a gazdasági fejlődés kényszere helyett értékalapon működik a globális és a helyi kormányzás. A szociális különbségek csökkennek. A tanulmány útmutatást is nyújt, hogy milyen irányba kellene változtatnunk hazánkban, illetve mi az, ami ránk még várhat. Szűkülő erőforrások mellett a szabad piacgazdaság szükségszerűen nemzetek, régiók közötti vagy országon belüli gazdasági, pénzügyi eszközökkel, rosszabb esetben fegyverekkel vívott háborúhoz vezet. Ebben a versenyben hazánk aligha lehet a győztesek között, mi több, azzal a kockázattal is szembesülnünk kell, hogy e vetélkedésben elveszíthetjük nemzeti vagyonunk, készleteink azon része fölötti rendelkezését is, amelyek fölött eddig még sikerült megőriznünk azt. A nemzetközi gazdasághatalmi propagandával szemben nyilvánvaló, hogy az alapvető emberi szükségleteket nem lehet minden további nélkül a piaci keresletkínálat farkas törvényeinek kitenni. Nyilvánvaló az is, hogy szűkös erőforrásokkal tervszerűen kell gazdálkodni, ami azonban rövid távú haszon által vezérelt szervezetekkel aligha lehetséges. Egyet kell értenünk abban, hogy változásokra van szükség. Ma már nem elég javítgatni egy rosszul felállított társadalmi gazdasági keretrendszert, azt a fenntarthatóság elvei szerint újra kell teremteni. A legfontosabb változásnak a szemléletünkben és az értékítéletünkben kell bekövetkeznie.
Ma még úgy véljük, hogy erőnk, boldogulásunk a pénztől, a technikától származik. Növekedni szeretnénk, több pénzt, több technikát akarunk, hogy megoldjuk azt, amit a pénz és a technika megszerzése közben problémaként hátrahagytunk. Ma már látnunk kell, hogy a még több, a még nagyobb hajszolása zsákutca. Sorsunk a társadalomhoz és a természethez köt bennünket. A tanács környezetvédő civiljeinek kiegészítő javaslata. Átfogó pénzreformra van szükség, amelynek keretében lehetetlenné válik a gazdaság akadályozása a pénz visszatartásával, a jövedelmek átrétegződése a társadalom különböző vagyoni helyzetű csoportjai között. Továbbá az értelmetlen környezetkizsákmányoló növekedés, amely nem a társadalmi szükségletek, hanem kevesek igényeinek kielégítését szolgálja. Nagyobb döntési szabadságot, kompetenciát, egyben felelősséget kell adni a helyi döntéshozásnak, hogy a döntések helyben, a közösség részvételével, a közösség számára átlátható, érthető és végrehajtható módon születhessenek. A mindenkire nézve kötelező, parancsokat osztogató monolit hatalmi struktúrával szemben, ami a kölcsönösség elszegényedéséhez, egyéni és csoport érdekek kialakulásához vezetett, a fenntartható társadalom szerkezetében a kölcsönösség válik a közösség szervező erejévé, ahol a helyi közösség önigazgatási rendszerben intézi a saját ügyeit. Az ön és a közösségi gondoskodás alapja a jövedelem teremtés lehetőségeinek biztosítása a lehető legszélesebb rétegek számára. Fel kell számolni azokat a mechanizmusokat, amelyek a társadalmat növekvő mértékben gazdagokra és szegényekre, elitre és leszakadottakra osztják. A gazdaság nem önmagáért, nem néhány kiváltságos csoport gazdagodásáért, nem a tőke maximálásáért, hanem a társadalom anyagi szükségleteinek kielégítéséért létezik. A gazdaság szerkezetét a fenntarthatóság elveinek megfelelően kell átalakítani. Az áruk, a tőke szabad mozgására épülő globalizáció hanyatlása elkerülhetetlenné válik az energiaárak fokozódása miatt, mivel a szállítás közvetlen és közvetett költségei megnövekednek. Ha egyszer a drágulás igazából megindul, nincs megállás, nincs fordulat, nem lesz új konjunktúra. Drágul, drágul és drágul. Egyre kevesebben engedhetik meg maguknak az energia, az élelem és az ivóvíz megvásárlását. A pozitív globalizáció forgatókönyv nem valósulhat meg, a környezeti feltételek változása, a fosszilis energiahordozók szűkössége és a társadalomban kialakuló feszültségek miatt. A negatív globalizáció forgatókönyv fog megvalósulni, ha ma nem vesszük komolyan számításba a három alapvető hajtóerőt. Ez a forgatókönyv 10 éven belül megtörténik, és kérdéses lesz, hogy romló környezeti feltételek mellett képesek vagyunk-e a változtatásokra. A közeljövő nagy kérdése, hogy működik-e még az életösztön az emberiségben, vagy elbutítva hagyja magát tovább vezetni az életfeltételeit egyre gyorsuló ütemben megsemmisítő zsákutca vége felé. Aggódva tekintünk a jövőnk felé, hiszen tartunk azoktól a forgatókönyvektől, amelyeket a jelentés felvázol, amelyeken nem sikerült a problémákra semmiféle megoldást találni. Mi azt valljuk, hogy a megoldás a 4-es lenne, a glokalizáció. Mozgalmunkat azért indítottuk, hogy ismertté tegyük az otthonainkat, közösségeinket, hazánkat fenyegető problémákat. Célunk a haszonelvű társadalom alternatívájaként felmutatni egy emberségesebb modellt, illetve gyakorlatot, mely hozza a megoldást. Elemezni és összesíteni kívánjuk
különböző hazai és nemzetközi társadalmi elképzeléseket, a hazai alternatív közgazdászok munkáit, szellemi műhelyek, tanulmányait és terveit. Először megismerni, majd felügyelni, végül irányítani kívánjuk a saját társadalmi és gazdasági életünket.